Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a Mezőtúri Televízió nézőit, és a, bocsánat, a Pont Televízió nézőit, már az ellenfélenek teszek itt mindenféle gesztusokat, de a Pont Televízió nézőit és a Pont Rádió hallgatóit. És mai vendégünk, ahogy a múltkori adásban is már beharangoztam, nem más, mint Liszkai Zoltán ezredes úr, tűzoltó ezredes úr, aki nem egyszerűen csak tűzoltó, hanem katasztrófavédő és minden más. És kedves nézőink, azért is örülök ennek a beszélgetésnek, mert egy nagyon fontos dolgot fogunk tudni a helyére tenni, ami még nekem sokat próbált embernek is tényleg feladta a leckét, és majd én azt kérem az ezredes úrtól, hogy jó kalózként elvezesse bennünket ebben a dzsungelben, amit az ő munkája jelent. Zoli, nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöllek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Megtiszteltetés, én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves televízió nézőket és rádióhallgatókat is. Nos, hogy miért mondtam én ezt a dzsungelt, ennek nagyon egyszerű oka van. Ugyanis múlt heti testületi ülésen voltál az első napi rendi pontként egy tájékoztatóval voltál szívesen a képviselőtestület elé állni, amelyben a munkátok sokszerűségét, sokszínűségét próbáltad megvilágítani. Én viszont azt az ostobaságot követtem el, hogy ezt az anyagot elolvastam, ami az, hogy terjedelmileg sok az egy dolog, de tartalmilag megdöbbentő. Hát régen nekem, és bocsáss meg, hogy ezt én így tudom mondani, te voltál a tűzoltó főnök, tudtam, hogyha valami tűzzel, vagy valami olyan, ami probléma, azt hozzád kell, hogy forduljak, és akkor kiderült, hogy ti, ami fölírtam itt, a tűztől a szúnyoggyérítés ellenőrzéséig foglalkoztok. Tehát ezt a vertikumot, kedves ezredes úr, kedves Zoli, kérlek szépen, próbáld meg már a kedves nézőinknek, és főleg az én sötét agyamnak elmondani, hogy valami tisztán és valamit jól lássunk ebben a dologban, mert tisztelt nézőink és kedves hallgatóink, ez egy nagyon komoly feladat tömeg, ami rátok van bízva, rád is és az embereidre. Kérlek szépen, kezdjünk hozzá, aztán majd valahogy kijutunk, hát biztos, hogy benne egyszerre nem fogom tudni megérteni, de azért igyekezz. Jó, hát alapvetően hát igen, egy nagyon széles alapokon nyugszik a mi egységes integrált katasztrófavédelmi rendszerünk, és akkor, hogy honnan indultunk ezelőtt mondjuk 2012, nekünk az egy ilyen bázis év. A 2011 évi 128-as törvénnyel, amikor az országgyűlés ezt megszavazta, ez 2011 őszén volt, és 2012. január 1-jével létrehozta az új integrált katasztrófavédelmi rendszert. Ami azt jelentette, hogy 2011. december 31-ig, még a régi, úgynevezett régi időszakban még hivatásos önkormányzati tűzoltóságként működtünk, az önkormányzat intézménye voltunk, és annó tűzoltás, műszaki mentés, illetve tűzmegelőzési tevékenység volt a fő tevékenységi körünk. Na most ez a törvény, amikor hatályba lépett 2012. január 1-én, ez egy integrált rendszerré vált, és a tűzoltás, műszaki mentés, illetve a tűzmegelőzés és egysége kibővült. És hát elég komoly pillérek jöttek még be ebbe a rendszerbe, tehát a tűzvédelem mellett még a polgári védelem, illetve az iparbiztonsági szakterület, ami egy teljesen új szakterületté nőtte ki magát, és egy nagyon fontos pillére a mostani rendszerünknek. Ennek voltak előjelei, hogy miért van erre szükség, és akkor, hogy ezt megvilágítsam, alapvetően a vörösiszap katasztrófa és annak az eseménynek a felszámolása és az azt követő intézkedés sorozat alapozta meg azt a változást, ami hozta, hogy az iparbiztonságnak ilyen erősnek kell lenni, mert azelőtt is voltak veszélyes üzemek, szállítmányozók, előkészítők, használtak veszélyes anyagot üzemek, de valahogy úgy a rendszerben úgy szépen elvoltak. És hát ez a vörösiszap katasztrófa ezt felszínre hozta, hogy ezt jogszabályi szinten kell kezelni, oda kell figyelni a veszélyes üzemekre, a gyártókra, csomagolókra, szállítókra, és ez adta
alapvetően az iparbiztonságnak ezt a sajátosságát. Szóval ez 2010 októberre volt, ha október 4-én, igen. Akkor tehát, te tudtam, hogy igen, a dátumot is jobban igen, tehát akkor volt ez a vörösiszap katasztrófa. Amely 10 ember életén túl óriási anyagi veszteséget, és ezeket a problémákat hozta a felszínre, amiket te felvázoltál ezelőtt. Pontosan, tehát annó nem voltak úgy leszabályozva ezeknek a veszélyes üzemeknek a tevékenysége, nem voltak meg azok a korlátok, amelyek közé lehetett őket szorítani, és hát bekövetkezett ez a tragédia. Hát ez egy komoly katasztrófa helyzet volt, ami több hónapig eltartó helyreállítási munkákat vont maga után, és nem beszélve sajnos az elveszett életekről, illetve anyagi javakról. Tehát ez az iparbiztonság is. Igen. Akkor, amit még itt nagyon fontos kiemelnem, a polgári védelmi szakterület, ami megint egy széles spektrumú ez a terület. Ez alapvetően a régi rendszerünkben is megvolt. Talán amikor még hivatásos önkormányzati tűzoltóságok voltunk, és már párhuzamosan működött a katasztrófavédelem, talán úgy idézőjelben a régi polgári védelem azt lehet tekinteni a katasztrófavédelem első szériájának. Csak hát, ahogy jöttek az események, meg jött a változás, tehát 2012. január 1-e, így most már ez a hármas egység alakult ki, és még pluszban ezt a három szakterületet körbefogja egy hatósági szakterület, egy katasztrófavédelmi hatósági szakterület, amely az összes, tehát az e három szakterületnek az összes hatósági feladatát végzi, és ezek így egységesen jelentik ezt az integrált katasztrófavédelmi szervezetet, amelynek természetesen elemei a tűzoltóságok is, tehát a tűzoltóparancsnokságok is. Létrejött 65 katasztrófavédelmi kirendeltség, ebből Jász-Nagykun-Szolnok megyében 4, és ebből az egyik Mezőtúr, illetve hát maguk a megyei igazgatóságok, amelyek a megyét irányítják, felügyelik, tehát ezt a 4 kirendeltséget, illetve hát a tűzoltóságokat, és még a tűzoltóságok, tehát a hivatásos tűzoltóságok alatt is működnek önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltóegyesületek. Tehát ez az egység, ez így épül föl. Már sokkal előrébb léptünk. Ezredes úr, köszönöm szépen, hogy ezt ilyen frappánsan összefoglaltad. Azt hiszem, hogy hát aki ért hozzá, az természetesen tudja. Kérlek szépen, beszéljünk az egyszerűbb dolgokról, amiket tényleg gyarmó elmével föl tudtam én is fogni. Ez a tulajdonképpen két járás területét foglalja magába a ti igazgatási területetek, hogy nevezzem így. Igen. Kérlek szépen, ezt nevesítsd már, itt egy óriási területről van szó, ha földrajzilag nézzük. Hát lélekszámban is magas, területben is magas, és ergo veszélyforrásban is magas, hiszen egy nagyon nagy forgalmú út, egy közepesen nagy forgalmú út, de igen rossz állapotú út van ezen a területen, és ezek mind veszélyforrások, az anyagból egyértelműen ez kiderül. Hát igen, amikor ezeket a katasztrófavédelmi kirendeltségeket anno kialakították, hát a mi kirendeltségünk alá két járás tartozik, tehát a két járásnak a területét fedi le a mezőtúri katasztrófavédelmi kirendeltség, ez jelen esetben a mezőtúri járás, illetve a Kunszentmártoni járás. Ez összességében 16 települést jelent, hát 65 ezer fő fölötti lakos lélekszámot jelent, és hát ahogy mondtad, a veszélyeztetettség. Hát alapvetően a térségünknek a veszélyeztetettsége az árbelvízi veszélyeztetettség. Tehát a mi vonatkozásunkban az élőkörös, holtágak, hortobágyberettyó, a kunszenti térségben a Tisza, illetve hát a körösnek a vonzás körzete. Tehát ez egy nagyon nagy veszélyeztetettséget jelent, és hát az utóbbi 8-10 évben azért volt sajnos lehetőség ezeket a veszélyhelyzeteket, ezeknek a kezelését gyakorolnunk. Akár mezőtúron is, de inkább a Kunszentmártoni térségben, tehát 2006-os évet azért szeretném kiemelni, hogy akkor hihetetlen nagy összefogás kellett ott Kunszentmárton, Szelevény, Csépa vonatkozásában. Ez a Tiszazug környéki térség, ottani veszélyhelyzetet a vízügyes kollégákkal, az önkéntesekkel, a katonákkal, tehát egy komoly nagy összefogás volt,
rengeteg tűzoltó, civil személy bevonásával, hogy ott ezek a veszélyhelyzetek megoldásra kerüljenek, tehát ne szakadjon át a gát, mederben lehessen tartani a vizet. Tehát ez egy fő veszélyeztetettség. Zoli, bocsáss meg, hogy egy szabadba vágok, de engedd meg, hogy egy emlékeztesselek, bocsánat, kedves nézőinket emlékeztessem arról, hogy kb. 2 héttel ezelőtt vendégünk volt Tóth Albert professzor úr, akivel beszéltünk erről a témáról. És igaz, hogy nem tudtuk kellően kivesézni, de abban egyetértés van, és a te szakmád, a te hivatásod azt hiszem, hogy szintén alátámasztja azt, hogy itt a gátokat nem lehet minden évben, bocsánat, hogy minden árvizes évben fél méterrel följebb emelni. Mert akkor a végén nem, tehát ez nem járható út. Itt a ti szempontotokból, amiben a prevenciónak nagyon fontos szerepe van, úgy gondolom, mit kellene, vagy mit lehetne csinálni ezzel a veszélyforrással, mert ezzel együtt kell élnünk. Ezeket a szabályozásokat, amiket elvégeztek elődeink, ezeket a szabályozásokat visszacsinálni, mármint folyószabályozásokat nem lehet. Ezben azt hiszem egyetérnünk, de mégis mit lehetne tenni, hogy ezek ne fenyegessenek bennünket, mert most fenyegetnek? Hát ez egy nagyon fontos olyan téma, amely talán még az én hatáskörömet is túllépi, mivel ezt annó megtervezték komoly vízügyi szakemberek, és hát ezek a gátrendszerek elkészültek. Na most a vízügyes kollégák folyamatosan monitorozzák ezeket a szakaszokat, megvannak azok a árvízi szintek, mértékadó árvízi szintek, amelyeket ők pontos mérések alapján beazonosítanak, és ez alapján vannak kritikus helyszínek, amelyekre ők fokozottan odafigyelnek, a vásárhelyi terv, meg egyéb tervek kapcsán komoly beruházásokat hajtanak végre, de mint ahogy te is mondtad, tehát ezt a nagyon hosszú gátrendszert, ami itt a térségünket, illetve hát alapvetően mondjuk, ami bennünket nagyon veszélyeztet, a Tisza meg a Körösöknek a gátrendszere, ami komoly nagy veszélyt jelent, tehát ténylegesen, tehát nem lehet az égig emelni. Tehát vannak kritikus helyszínek, megszülettek azok a lépések kormányzati szinten, azok a víztározó rendszerek, amelyekkel tudják szabályozni ezeket a szinteket, ahol kell természetesen pályázati úton beavatkoznak, szivárgókat, bedréncsövezik a gátrendszert, hogy ezeket a árvízi jelenségeket megszüntessék, ahol meg kell megerősítik. Tehát ebben őnek, tehát a vízügyes szakembereknek van nagy szerepe. Én úgy gondolom, hogy ők ezt komoly szakmai felkészültséggel felügyelik. Az, hogy egy-egy extrém időjárási körülmény, akár egy olyan tavaszi időszak, amikor a vízgyűjtőkről hirtelen olvadás hatására lezúdul a Körösökre, akár a Tiszára az a irdatlan mennyiségű víz. Tehát ezekre az esetekre tehát nem lehet méretezni a gátrendszert. Az, hogy egy normál esetben szépen le tudja a mederben le lehet vezetni a vizet, az egy alapeset. Amikor már egy megemelkedett vízszintről van szó, arra vannak a gátrendszerek. Ne talántán, hogyha magassági probléma van bizonyos szituációban, akkor meg menni kell, zsákolni kell, akár mobilgáttal, erre is már ki vannak találva többféle mobilgátrendszer, de hát az alap a homokzsákolás, és én úgy gondolom, hogy megfelelő felkészültséggel, szakértelemmel ezekre odafigyelnek a kollégák. Én ebben biztos vagyok, tehát félreértés ne essék, én nem ezért hoztam ezt a példát, csak annyira ennek a professzorral folytatott beszélgetésnek, ennek a témakörnek is szinte minden szava itt van bennem, és előjönnek itt a beszélgetéseink közben, mert még annyira friss. Ezeres úr, kérlek szépen folytassuk, mert én kiragadtam itt egy első veszélyforrást, amit te említettél, ami nem véletlen, hiszen 83 és 95 méteres tengerszint fölötti magasságnál, ami 12 méter, ugye? Körülbelül 12 méteren kell itt ellavírozni, azért két elég nagy folyamot a Tisza, azért nem kutyafülesen, pedig a Körös, amikor neki vadul, ezt tudjuk. Más veszélyforrások, mik azok, amik meg lesek ennek ránzolni? Hogyne, tehát Isten igazából ezt is végül is említetted, az úthálózat. Így van.
Tehát azért főleg a Kunszenti térséget érinti a 44-es főközlekedési út, az egy tranzit útvonal, ami igen komoly tehergépjármű, személygépjármű forgalmat vezet le, és hát Romániába, tehát Erdély irányába, meg hát az országnak ezt a délkeleti részét egészen átszeli, itt a Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Bács-Kiskun megye vonatkozásában. Elég komoly a tehergépjárművek között a veszélyes anyagokat szállító gépjárművek száma, tehát Isten igazából magában hordozza a veszélyt. De meg kell említeni a 45-ös számú főútat, a 442-es és hát mezőtúr vonatkozásában a 46-os útvonal, ami megint a 4-es útról, hogyha Törökszent Miklósnál lejönnek a kamionok és Békés megye irányába akarnak menni, akkor végül is rajtunk keresztül mennek, tehát a 46-os úton. És hát itt is üzemanyag szállítástól kezdve több olyan veszélyes anyag át megy itt rajtunk keresztül, amelyre komolyan oda kell figyelni, és erre az iparbiztonsági szakterületen dolgozó kollégáim fokozott ellenőrzésekkel figyelnek is. Tehát ez is egy fontos. Akkor nagyon fontos itt az extrém időjárási körülményeknek a helyzete. Tehát, mint mondtam, meg említette te is, itt valahol a Lavor alján vagyunk itt a térségünk, igen. És hát ez bizonyos időjárási körülmények között, tehát belvízes, nem csak árvíz, hanem a belvíz is veszélyezteti a térséget, akár a belterületeket, akár a külterületeket, a szántókat, vetéseket. Tehát ezek a veszélyek is előfordulnak, illetve hát viharkárok, most itt a nyári időszak, hőségriadó, tehát több napon keresztül közel 40 fokos hőség is várható, tehát ezekre is föl kell készülni. Tehát nagyon, nagyon sok olyan veszélyforrás van, ami esetlegesen érintheti a térségünket. Összességében, tehát itt a megyének a déli-délkeleti részét fedjük le, 16 település tartozik a kirendeltségünkhöz, mezőtúri térség az 5 település, és a Kunszenti térség pedig 11 település. Tehát ez a két járásnak a település száma, ez határozza meg a mi területünket. Alapvetően a mezőtúri járásban két komolyabb település, Mezőtúr meg Túrkevel, többi az aránylag kis település, még a Kunszenti járásban Kunszentmárton, Tiszaföldvár a két jelentősebb igen, település, és az összes többi egészen tehát Tisza Ugig, tehát az a rész, az is a mi járásunk. Szóval ettől féltem a legjobban egyébként, ettől a témától, amit most beszélünk, mert a többi az ugye ismertebb volt valamennyiünk előtt, így előttem is. De ha már itt tartunk, akkor kérlek szépen, tényleg beszéljünk már erről, mert ez a, segíts kérlek, iparbiztonsági szolgálatotok, ez azért kapcsolódik, benne van nevében is az iparhoz. Hát sajnos a mi területünk, akár ha Kunszentmártont is veszük, nem az a jellemző rá, hogy valami hatalmas iparral rendelkezünk. Sajnos, de majd még fog ez változni, és fejlődni, ebben biztos vagyok. Már csak időkérdése. Viszont a ti munkátokat meghatározza. Kérlek szépen, beszélj erről, mert találtunk az anyagban, meg is beszéltük, azt is elmondtam a kedves nézőknek még a műsor előtt, hogy mezőtúr egyes kategóriájú katasztrófavédelmi szempontból egyes kategóriájú besorolást kapott, ami egy ipari üzemnek köszönhető. A többi település viszont második kategóriában szerepel. Ez jelent valamit, amit mi egyszerű halandó emberek kell, hogy figyelembe vegyünk, vagy tudjunk? Máshogy kell viselkednünk? Hát alapvetően igen, tehát a konkrét válasz mezőtúr vonatkozásában igen. Egy kicsit visszakanyarodva, hogy is alakul ki ez a 1-es, 2-es, meg van 3-as kategória is a rendszerben, de a mi vonatkozásunkban, tehát a mi két járásunkban csak 2-esek vannak, illetve egy darab 1-es. Minden évben, szeptember hónapban, hónapig van határidő, hogy fölül kell vizsgálni ezeket a besorolásokat, és hát beszéltünk itt a járásoknak meg a kirendeltségünk veszélyeztetettségéről, tehát ezeket kell egy ilyen kockázati mátrixba behelyezni, és akkor megnézni, hogy árbelvíz, iparosodás, mezőgazdaság, lélekszám, egyéb dolog vonatkozásában, hova kerülnek be a települések.
és az elmúlt évben történt ez a változás, mivel itt Mezőtúron az egyik cég, mégis nem titok ez, a Kite ZRT-nek a mezőtúri alközpontjában árulnak a mezőgazdasági cégek, vállalkozások részére műtrágyát. És a cég filozófiája az volt, hogy természetesen szeretnének megfelelni, illetve meg is felelnek a hatályos jogi szabályoknak, tehát a katasztrófavédelmi törvény 4-es fejezete alá is tartoznak, és hát ők bejelentették, készítettek egy biztonsági jelentést, hogy bizonyos időszakokban az itt tárolt műtrágya meg a vegyszernek a mennyisége egy következő szintre emeli őket, és ezzel már nem csak egy sima, nálunk három szint van a veszélyes üzemeknél, van egy úgynevezett alsó küszöbös üzem, van egy felső küszöb, illetve hát ezek alatt van egy úgynevezett negyedes, ami nem ér el a küszöb értéknek a negyedét, és az a legveszélytelenebb, hogyha már veszélyes üzemről beszélünk. De ők ebből a mennyiségből már átlépték ezt a minimális negyedes küszöböt, most már alsó küszöb értékűek lettek, és ez ebben a kockázati mátrixban annyit jelent, hogy egyből egyes kategóriába kellett mezőtúrt sorolni, és hát ezt azt vonta magával, hogy itt az önkormányzatnak is egy úgynevezett külső védelmi tervet, tehát az üzemen kívüli tervet számításokkal, ilyen diagramokkal alátámasztott számítás alapján megvan, hogy egy 300 méter sugarú körben, ha netalántán véletlenül kockázat becslés alapján ott kifolyna egy veszélyes anyag, és ott tűz keletkezne, akkor milyen kört érintene ott a település részből, és erre van egy intézkedési terv. Természetesen az üzemnek van egy belső intézkedési terve, az úgy hívják, hogy belső védelmi terv, meg van az üzemen kívül, ezen a 300 méter sugarú körön belül az önkormányzatnak egy ilyen intézkedési terve, amiben föl van sorolva nem csak az önkormányzatnak, nekünk, mint katasztrófavédelemnek, rendőrségnek, mentőknek, polgárőrségnek, hogy milyen feladata van, hogy kell tájékoztatni a lakosságot, hogy kell őket onnan kikísérni, milyen eszközöket kell használni. Ezt minden évben gyakoroltatnunk kell. Elmúlt évben volt az első ilyen részleges gyakorlat, és ebben az évben fogunk ősszel egy teljes gyakorlatot végrehajtani, ahol ott ténylegesen be fogjuk vonni az ottani lakosokat, és ezáltal föl lesznek készítve, ha netalántán történik valami, hogy mit kell nekik tenni. Ez egy nagyon bölcs dolog, hiszen mindig nagyon jól tudjuk, hogy a kabanyér is elsülhet, csak rá kell készülni, hogy ha ez megtörténik, akkor mit kell tennünk. Pontosan. Nagyon örülök ennek, hogy ezt elmondtuk, és hogy a kedves nézőknek ezt, és a jó hallgatóinknak ezt elmondhattuk. Ez egybe kapcsolódik most egy, amit elnézést, hogy nem jegyeztem meg, de a szirénák száma, amely gondolom fontos szerepet játszanak ilyen esetben, mert hiszen akkor ezeket felhasználjátok, amikor ilyen veszélyhelyzet van, vagy benne a intézkedési tervben gondolom szerepük van. Ezek most már úgy jók lesznek, ugye? Mert vagy három vagy négy darab volt, amelyet még javításra várnak. Igen, de már erre is intézkedtünk úgy, hogy tehát a mi térségünkben már olyan sziréna, ami nem működne, már nincs, tehát már elértük, nincs. Elértük, Istennek, ez elértük ezt a szintet. Én ezt fontosnak érzem, nem tudom, hogy miért. Isten igazából ez is itt az új szabályozás kapcsán vált fokozottan előtérbe került ez az ügy, mert régebben azért ennyire nem foglalkoztak konkrétan ezekkel az eszközökkel. Ott volt, beleköltözött a madár, igen, eltört a nyomógomb, egyéb dolog, de most ezeket fölülvizsgáltuk, itt az önkormányzatok kapták ezeket kezelésbe, segítettünk nekik olyan eszközöket, ami leselejtezett eszközöket tudtunk szerezni, illetve hát olyan
elektroműszerész vagy elektromos szakember, aki ezt át tudta vizsgálni, ezeket megnézte, ha kellett bele nyomógomb, akkor kicserélték, ha ki kellett takarítani, kitakarították, lefestették, és hát ezeknek az ellenőrzéseknek a hatására örülünk neki, hogy ezek most már hathatósan, hogyha szükség volna rá, akkor működőképesek és használhatók. Zoli, kérlek, én szeretném, hogyha majd a beszélgetésünk ebbe az irányba folyna tovább, mert valami elképesztő munkát végeztetek itt az ellenőrzések, és ezt hatósági munkának hívják nálatok, ugye? Vagy, hát igen, alapvetően igen. De még mielőtt erre válaszolnál, kérlek szépen, hagyd mondjak egy végtelen ostobaságot. Ugyanis koromnál fogva az én szememben a polgári védelem, az magában foglalta egy háborús helyzetnek az akkori teendőit is. Én nagyon rövid kérdésem lesz ezzel kapcsolatban. A mai polgári védelemnek, katasztrófa védelemnek ilyen aspektusa, ilyen része nincs, ugye? Hát alapvetően nincs. Ez már azért egy új rendszer. De... Mint ahogy új világot is teremtettünk, igen, és én nagyon remélem, hogy ez az új világ már okulva az elmúlt századnak az égéseiből már nem fogja ezt az égést megismételni. Hát ebben csak bízni tudunk, hogy nem éljük át ezt. Akkor én vagyok az optimistább. Tehát annyit kell tudni, igen, tehát valahol jól fogtad meg ezt a dolgot, mert a polgári védelemnek a csírája, az a légoltalom volt anno a háború idején. Amikor a civil lakosságot próbálták megvédeni a katonai tevékenységtől. Tehát most egy kis reklám, hogyha lehet, nem mezőtúri, de katasztrófavédelmi vonatkozása van. Szolnokon van egy múzeum, és pontosan ennek az a neve, hogy a légoltalomtól napjainkig, tehát a katasztrófavédelemig. Ez Szolnokon a vasútállomástól nem messze, vannak ilyen társas házak, és ott egy régi légópincében van, és az egyik volt kunszenti polgárvédelmi parancsnok kollégánk, már most nyugdíjas, és ő gyűjtögette össze azokat a régi eszközöket, relikviákat, és azt folyamatosan fejlesztik, és pontosan a polgári védelemnek a légoltalomtól napjainkig az útját bemutatja, és hát én ezt javasolom mindenkinek, hogy akinek van annyi kis ideje Szolnokon jár, hogy ezt akár meg is nézheti, ebben tudunk segíteni, hogyha igény van rá, megkeresnek, odaszólunk, és akkor tárlatvezetéssel együtt. Most volt a múzeumok éjszakája, és ott nyitva voltak ők is, és fogadták a látogatókat. Tehát az a helyzet, hogy tehát ezzel kapcsolatosan, tehát a légoltalom, az már most nem egyenlő most a polgári védelemmel. Tehát már most az a metodika, az már most nem ez vonatkozik ránk, mint annó. Most már a polgári védelem az is egy... elkezdődik az ifjúságneveléstől, ifjúságnevelésen belül is a tanuló, a gyerekeknek, óvodásoknak, hogy bemutatjuk a laktanyát, a tűzoltókat, a munkánkat. Utána jönnek a középiskolások, nekik már 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteni, ettől az évtől már most csak úgy érettségizhettek. Pontosan. Hogy megvan nekik az 50 óra közösségi szolgálat, ebben mi is ugyanúgy partnerok vagyunk, fogadjuk őket a középiskolákból, a gyerekeket, versenyeket szervezünk nekik, kirendeltségi forduló, megyei forduló, és akkor utána mehetnek azok a csapatok, akik nyernek a megyei fordulón az országos versenyre. Akkor tovább menve ezek a veszélyes a településeken a veszélyes fáknak a felügyelete, a csatornák, belterületi csatornák, a gátrendszereknek a felügyelete hozzánk tartozik, tehát a polgári védelmi szakterület most elindult, már harmadik hetében lépett a szúnyoggyérítés. Ezt akartam pont mondani, tehát ez a katasztrófa védelemnek az irányítása, felügyelete, de mi végezzük, azt hozzáteszem. Persze, csak ellenőrzést. Igen, csak a mi koordináció, tehát az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság koordinálja, és minden hétre előre megkapjuk mi is, hogy hol fognak szúnyoggyérítést végrehajtani,
és hát ebben van szerepünk, hogy leellenőrizzük, hogy az a cég, akit megbíztak, hogy az ténylegesen végrehajtja a településen. Erről kellett mindig egy jelentést írnunk, és hát most majd következik ütemesen a térségünk is. És akkor tovább menve... A hatósági munkától kanyarodtunk el, kérlek, még azért erre azért pár mondatot azért ne vesztegessünk el, hanem egy pár mondatban említsük meg, Zoli, mert ez nagyon jó, fontos. Tehát a hatósági szakterület az teljesen körbefogja az egész rendszerünket. Tehát mindegyik szakterülethez kapcsolódóan komoly hatósági jogköreink vannak. És egy külön hatósági osztály működik a kirendeltségen, és az ő kezük alá dolgozik az összes szakterület. És ebbe beleértem a vonulós tűzoltókat is, tehát a készenléti szolgálatos tűzoltókat is, mert erre egy példa, mondjuk kimennek gyakorlatozni egy céghez, egy telephelyre vagy egy létesítménybe, és akkor ők egy gyakorlatterv alapján feltételeznek egy szituációt, és akkor ott, minthogyha ott történne egy tűzeset, vagy egy műszaki mentésre felkészülnek, és akkor nem csak annyiból áll, hogy kimegy a tűzoltóautó, fölveszik a védőruhát, beöltöznek, és akkor kigurítják a tömlőt, és akkor imitálják, minthogyha eloltották volna, hanem körbe is néznek azon a telepen, megnézik, hogy van-e tűzvédelmi szabályzat, hatályos-e, tűzriadó terv van-e, megvannak-e a tűzoltókészülékek, fölül vannak-e vizsgálva, megvannak-e jelölve a tűzcsapok, megvan-e hozzá minden eszköz, és hát hogyha ott szembesülnek hiányossággal, azt szépen leírják egy jelentés formájában, fölterjesztjük a kirendeltség vezetőnek, tehát nekem, én kiszignálom a hatósági osztálynak, ő meg a hatósági jogkörében eljárva először fölhívja a figyelmet, hogy határidővel, hogy ezt pótolni kell, és utána ezt leellenőrizzük. Ha véletlenül netalántán ez az ellenőrzés eredménye az, hogy nem hajtották végre, sajnos akkor akár szankciót is alkalmazunk, de a cél az, hogy először figyelemfelhívással, segítő szándékkal azokat a hiányosságokat megszüntessük a cégeknél. Tehát ebben van szerepük a vonulós tűzoltó kollégáknak, de maga készen a hatósági osztálynak az állománya tervszerűen hatósági ellenőrzéseket hajt végre, szakhatósági, hatósági munkát hajt végre, tehát bejönnek a dokumentációk, átnézik, ha kell hiánypótlásra szólítják föl, ha olyan, akkor elutasítjuk, rendezvényeket jelentenek be, azokat leellenőrizzük, most itt van a fesztivál szezon nyári időszakban, szemléket tartunk, hozzánk tartozik tűzvédelmi hatósági jogkörből eredendően a kéményseprőipari tevékenységnek az ellenőrzése. Érintőlegesen hozzánk tartozik, nem mi vagyunk a hatóság, hanem a megyei igazgatóság, de a vízügyi hatósági jogkör a megyei igazgatóságon van. Ebben felkérésre ugyanúgy részt vesznek a kollégáink. Felügyeljük iparbiztonsági szemmel, de azt is hatósági részcselekményként mondjuk, hogy a hulladékszállítás megfelelően működik-e. Tehát nagyon széles a spektrum, nagyon széles a hatósági jogkörünk, és nagyon fontos, hogy naprakészen, jogszabályokkal tisztában lévő kollégáink legyenek, folyamatos képzések vannak, folyamatosan képzik őket a megyei kollégák is, mi is belső képzésekkel, tehát folyamatos szinten kell tartani magunkat, követni kell a jogszabályokat, mert azok azért elég sűrűn szoktak változni. Kedves nézőink, az elmúlt egy mondatból gondolom, most már megtetszenek érteni, hogy miért volt az, hogy kétszeri olvasás után sem tudtam egészen pontosan idézni, hogy ebben az anyagban most mi is az, ami mi, de most már így harmadszorra hallgatva téged, Zoli, vagy lehet, hogy talán a hozzáértés, ami belőled árad, az győzött meg róla, így most már sokkal tisztább a kép, és azt hiszem, hogy nem egyedül vagyok ezzel az érzéssel. Kérlek szépen, kedves ezres úr, beszéljünk már arról a dologról, ami hozzád, és mi mezőtúriakhoz mindenféleképpen kapcsolódik, hát az pedig a tűzoltás. Mert ugye van szép nagy piros autótok, és aztán amikor tűz van, akkor kimentek és azt elvagyjátok. Ugye ezt látjuk mi. De hogy emögött mi van, azt meg látod te.
illetve látják a te kollégáid. Kérlek szépen, beszéljünk még erről a, hát erről a hagyományos tevékenységről. Mert és elnézést, hogy itt most én itt egy nagyon rövid kitérőt teszek, de te is megtetted volna, és talán most nekem kell ezt elmondanom, mert te egy borzasztó szerény ember vagy. Amikor ti évente bemutatjátok, azt hiszem minden év, sőt biztos, hogy minden évben Túri Vásárkor van egy bemutatódok, amikor a műszaki mentést is bemutatjátok, amikor egy összetölt autóból hogyan szabadítjátok ki az éppen benne lévő ember, de erről nem is igazán szeretek beszélni, mondjuk a másikról sem nagyon. És utána bemutatjátok azt egy imitált lakásban, hogy mi történik pár perc alatt. Tehát aki ezt még nem látta, kedves nézőink, az nagyon sajnálhatja, és hogyha élhet az alkalommal, és élhet vele, gondolom, akkor az föltétlenül tegye meg. Tehát ez, Zoli, megdöbbentő. Ez megdöbbentő, hogy 3-4-5 perc alatt egy gyertyától, vagy egy tök mindegy, hogy mitől, egy ember életének a munkája válhat semmivé. És itt van a ti szerepetek, és kérlek szépen, beszéljünk erről, mert nekem ez a klasszikus tevékenységetek. Ezek is, amiről eddig beszéltünk, ez is természetesen nagyon fontos, és életünk nagyon fontos része, de a közvetlen veszély, az például éppen a tűz is. Hát igen, ez a tűzoltóknak ez az alap tevékenysége, tűzoltás, műszaki mentés. Ezzel kapcsolatosan elfogultság nélkül az elég nehéz beszélni, de ténylegesen, hogyha valaki a tűzoltókra gondol, egyből az ugrik be, hogy szirénázik a tűzoltóautó, robognak és mennek segíteni a kollégák. De ez tényleg nem csak ennyiből áll. Ez hogyha az elején lehet kezdeni, akkor én ott kezdeném, hogy amikor tűzoltó lesz az ember, az mégis ott még nem gondolja azt, hogy ez nem csak egy egyszerű munka, ez nem egy olyan munka, hogy 4 órakor leteszem ezt a szerszámot, és akkor onnantól teljesen kikapcsolok, és megyek, és nem foglalkozok a munkámmal. Tehát ez egy hivatássá válik az emberben, és hát olyan komoly szakmai tudást kell fölhalmozni magában az embernek, hogy ezt a nap bármely szakában, bármely pillanatban, és bármilyen helyzet kapcsán ezt végre kell hajtani. Ott nem lehet totyorogni, toporogni, ott azonnal intézkedni kell, és hát erre folyamatosan egyrészt készítjük a kollégákat, képzésekkel, továbbképzésekkel, gyakorlatokkal. Természetesen a katasztrófavédelmi rendszer, meg annó az előző hivatásos önkormányzati tűzoltó rendszerben nagyon fontos, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre, tehát úgy gépjárművek, mint védőeszközök. Tehát, hogyha az ember meg az eszköz rendelkezésre áll, onnantól beszélhetünk arról, hogy jó úton haladunk azon, hogy a biztonságot tudjuk szavatolni. Mert nekünk egy feladatunk van, hogy a lakosságnak minél magasabb szinten szavatoljuk a biztonságát. Azt tudva lévő, vagy hogyha nem tudják a kedves rádióhallgatók vagy televízió nézők, tehát a készenléti szolgálat, tehát minden nap a készenléti szolgálat reggel 7:30-kor fölveszi a szolgálatot, és másnap reggel 7:30-ig, még az átadás, átvétel meg nem történik, addig ők vannak szolgálatban. 3 ilyen csoport van, A, B, C, és akkor ciklikusan mindig váltják egymást, és hát folyamatosan itt mezőtúron 8 kollega folyamatosan bent van a tűzoltó laktanyában, 2 darab gépjármű fecskendő egy 6 fővel, egy meg egy fővel van készenlétben, meg plusz van egy híradóügyeletes, aki folyamatosan ott ül, és a híradóügyeletesi feladatokat végrehajtja. És bármikor jön riasztás, ez legyen nappal, délelőtt, délután vagy éjszaka, a jelzés vételétől számítva 2 percen belül, tehát 120 másodpercen belül, éjjel-nappal az autónak már úton kell lenni. 120 másodperc. És amit mondtál, hogy amikor tartottuk ezeket a bemutatókat, látszódott, hogy 3-4 perc alatt egy lakásban mekkora tűz keletkezik. És itt van szerepe annak, hogy tehát a 120 másodperc az egy dolog, hogy elindul a tűzoltó. De egy lakástűz, hogyha egy olyan körülmények között
akár egy ilyen robbanásszerűen, vagy olyan helyen tör ki, akár elektromosság, vagy gondatlanság, vagy bármi okból kifolyólag, és megfelelő éghető anyag, meg a környezet is olyan, egy 5-10 perc alatt olyan kiterjedt tűz van már, hogyha nem ér oda időben a segítség, akkor nagyon nagy komoly anyagi kár keletkezik, illetve hogyha személy vagy személyek vannak bent, és ők maguktól nem tudnak kijutni, ott már igen komoly életveszélyben vannak. És ezért fontos, hogy képzettek legyenek a kollégák, a jármű megfelelő legyen, megfelelően működjön, megfelelő védőeszközök legyenek, és minél hamarabb tudjunk segíteni a bajba jutottakon. És ehhez egyrészt a katasztrófavédelem biztosít nagyon sok olyan alapfeladatra eszközt, felszerelést, illetve folyamatosan pótolja, de nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy az önkormányzatokkal nagyon jó együttműködésben vagyunk, és nagyon sokszor segítenek bennünket, elmúlt évek példáján is említve, hogy olyan eszközöket vásároltak, illetve biztosítottak a tűzoltóink részére, amivel mondjuk ezeket a feladatokat gyorsabban, minél jobban le tudjuk csökkenteni, és biztonságosabban tudunk beavatkozni. Mint például elmúlt évben a mezőtúri tűzoltóság kapott egy hőkamerát, ami nagyon jól használható egy olyan égő helységben, ahol már elborítja a füst. Igen, tehát nem lehet az orrhegyéig se lát, még a tűzoltó se. Igen, csak éppen látszódik, hogy villog valami, de hömpölyög a füst. Esetleg, hogyha van bent valaki, tehát egy személy eszméletlen, vagy esetleg még ha kiabál is, de nem látja az a tűzoltó, ebből a hőkamerával meg lehet találni, és minél hamarabb ki lehet onnan hozni, vagy hogyha mondjuk egy felhevült gázpalackot találnak bent, azt is ki tudják hozni. Tehát ilyen segítséget kapunk az önkormányzatoktól, illetve hát olyan eszközöket még, ami alapvetően megvan, de egy korszerűbbet tudunk belőle vásárolni, tehát nagyon nagy segítséget kapunk az önkormányzatoktól, és nem csak mezőtúr vonatkozásában, hanem a többi tűzoltóság, nevesítve mondjuk a másik nagy tűzoltóság itt a kirendeltségen, a Hunszentmártai tűzoltóság Igen. vonatkozásában is. Zoli, én ne haragudj, meg kell, hogy kérdezzem mindenképpen, de butaságot sem akarok kérdezni, de azt szeretném mégis tudni tőled, hiszen kitől kérdezzem meg, ha nem tőled. Mit tehetünk mi, egyszerű civilek, egy ilyen esetben, amikor látunk valami hasonlót, miben tudunk segíteni? A segítség az abban merül ki, hogy ne lábatlankodjuk, hanem húzzunk el onnan a francba, mert minden normális ember, és ez egy régi meggyőződésem, hogy a tűzoltókat én úgy tudom elképzelni, és egyáltalán még mást ezen a területen dolgozó embereket is, hogy ti oda mentek be, ahonnan minden ember onnan elspurizik. De ez a ti dolgotok. Mégis azt szeretném tudni, hogy aki akar és tud, mit tud segíteni nektek, mondjuk addig, amíg oda nem érkeztek, vagy jobb, hogyha ebben nem kontárkodunk bele. Tudom, hogy nehéz a kérdés, mert ez a hány eset annyiféle. De Igen. Én mégis szeretném ezt tudni, mert van, aki akar és tud is segíteni. Tiszta sor. Tehát tényleg ez is egy összetett dolog. Én úgy gondolom, tehát én szakmailag úgy látom, emberileg úgy érzem, hogy bárki tud segíteni a maga módján. Első és legfontosabb, hogy ne essünk pánikba. Tehát ez a legfontosabb, ha lehet. Ha szembesülünk akár a mi otthonunkba, vagy esetleg menet közben úton balesetet lát az ember, vagy tűzesetet lát, mindenféleképpen azonnal győződjön meg róla, hogy ténylegesen ez egy valós esemény, ha lehet. Tehát ez azért nagyon fontos, hogy valós eseményről van-e szó. És a időveszteség elkerülési véget, hogyha ténylegesen látja, hogy ez egy valós esemény, azonnal a segélyhívó számot, vagy a tűzoltóságét, a 105-öt, vagy az egységeset, most már lehet használni az egységes 112-es igen, nem akartam rosszat mondani, de igen, ez most az új szám. Igen, tehát ezt nyugodtan lehet hívni, mert már most ez a rendszer, meg a híradóügyelet, művelet irányítás, most már mi ezt úgy hívjuk, tehát már most itt megyei szinten
egy helységben van a rendőrség, illetve a katasztrófavédelem, illetve hát a 112-es segélyhívó számot is azonnal tudják kapcsolni a legközelebbi tűzoltóegységnek, tehát már most informatikailag ez ki van találva. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, tehát nagyon fontos, hogy egy aránylag pontos leírás igen, amit hol letelik egy civiltől. Tehát eleve, hogy hol van, most nem mindegy, hogy most mondjuk, ha baleset van, hogy a 46-os út, de mégis, hogy nagyjából milyen most hanyas kilométer szelvény, vagy mondjuk már elhagytam a kétpói elágazást, vagy tehát valahogy, tehát be lehessen azonosítani. Ha mondjuk lakásról van szó, akkor esetlegesen nagy, tehát amennyire lehet pontosan, hogy milyen utca, hány szám, illetve hát, hogy mi az esemény pontosan. Így van. Hogy esetleg lát-e személyt bent, vagy csak mondjuk egy szabad területet lát, hogy nagy területen ég egy szabad terület, vagy egy balesetnél, hogy több autó ütközött, látja, hogy sérültek vannak, csöpög az üzemanyag, be van szorulva, vagy veszélyes anyagot is szállít. Tehát ezek nagyon fontos információk lehetnek. Tehát nagyon fontos a jelzés. De azt hiszem, bocsáss meg, hogy közbevágók, azt hiszem, hogy itt a kontakt diszpécserek azok egyértelmű kérdéseket tesznek. Pontosan, föl, tehát ők próbálják egyrészt nyugtatni a bejelentőt. Ami nem könnyű feladat. Igen, másrészt van egy ilyen itiner, hogy mit kell megkérdezni, ők próbálják higgadtan, nyugodtan ezeket az információkat belőle kinyerni a bejelentőből. És a végén el szokták kérni, amennyiben be tudja diktálni azt a telefonszámot, amiről ő hív, hogyha nem jelzi ki véletlenül a diszpécserünknél, vagy hát a műveletirányításnál, mert amikor már elindul a folyamat, hogy megtörténnek a riasztások, a legközelebbi egységeknek a riasztása, meg a rendőrség, mentők, hogyha arról van szó, meg közműjű szolgáltatók, hogyha ki kell zárni mondjuk a gázt, vagy a elektromos áramot, vagy egyéb dolgot, akkor utána nagyon rövid idő elteltével általában a kollégák vissza szokták hívni a bejelentőt, hogy megköszönjék. Hogy egyrészt tehát hogy konkrétan, tehát ténylegesen ez egy esemény, meg hogy még ott van-e, lát-e változást, egyéb dolgot, még ráerősít. Hogyha ez megtörténik, természetesen a kollégák úton vannak. De hát nem minden esemény a tűzoltó laktanya szomszédságában van, tehát van bizonyos vonulási távolság. A veszélyeztetettségnél nem említettem, itt az utak, egyrészt vannak veszélyes útjaink, ahol szállítmányok vannak, de hát az utak állapota is hagy kívánni valót maga után. De és azt hát, megígért az országgyűlési képviselő, hogy elbólni fog, és most nem, hát egyáltalán nem azért mondtam, de megtartja a szavát. Ez egy kicsit a mi vonulásunkat azért befolyásolja, tehát amikor olyan az útviszony sajnos, ott a tűzoltó se tud olyan ütemben menni, mint hogyha egy jó úton haladna. Tehát ez is jelent egy-két percet. Ebből csak azt akartam kihozni, hogy tehát a kollégák innentől kezdve célirányosan megfelelő erőeszközzel elindulnak az eseményre, ahogy a bejelentő megteszi a bejelentést. És addig, amíg ki nem érkezik az első tűzoltó egység, addig, hogyha olyan szituáció van, és az életét úgymond nem kockáztatja a bejelentő, nagyon sok dolgot meg tud tenni. Esetlegesen arról a veszélyeztetett helyről, hogyha lát szemét, esetleg ki tudja hozni. A legfontosabb az ember élet, így igaz. Igen, hogyha arról, már az is nagy segítség, hogyha tudja, hogy gyorsan esetleg szomszédokkal együtt gyorsan körbe tudják járni, hogy ténylegesen miről is van szó. Esetlegesen, hogyha ismerik, hogy a szomszédról van szó, hogy biztos otthon van, biztos nincs otthon, mert dolgozik, tehát ezek már nagyon jó információk az első egységnek. Ha netalántán tudja, hogy hol van a gázelzárás, hol van az áram leválasztás azon az épületen, vagy a létesítményben, mert ezek már mind nagyon nagy segítségek. Tehát ezeket mind-mind meg tudja tenni bárki, aki szembesül egy ilyennel. Úgyhogy ezek nagy segítség lehetnek a mi részünkre, és hát... De hozzá kell tennünk, azt hiszem, Zoli, azt, hogy semmiképpen nem a saját testi épségének hát a veszélyeztetésével. Ezt én nem javasolom sem. Nem. Míg mi tűzoltók, mi az eskünkben vállaltuk, hogy képzést kaptatok. Akár az életünk kockáztatásával is, de nekünk a kollégák részére biztosítanunk kell azokat a védőeszközöket, amelyek akár a káros veszélyes anyag, akár a szúróláng,
akár bármilyen olyan veszélyes anyag kifröccsenése kapcsán érheti. Tehát ezekkel rendelkeznek, és így szakszerűen be tudnak avatkozni a megfelelő védőfelszereléssel a kollégák. Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, Zoli, tőled, mert ilyenkor voltam hasonló szituációban életemben, elég hosszú életemben már eddig, de kétszer-háromszor, amit te említettél, hogy a higgadság megőrzése, hát ez a legnehezebb. Egy balesetnél voltam első megérkező, nem kívánom senkinek, tehát senkinek nem kívánom, de amikor ott voltunk, és amit csinálni, tenni kellett valamit, mert azt érzi az ember, hogy tenni kell, azért nem árt tényleg, hogyha józan eszünket őrizzük meg legelsőnek. Ezres úr, én most egy másik dolgot szeretnék szóba hozni neked, és a kedves nézőinknek is okulásul. Mert nem fogják elhinni, de vannak olyan emberek, vagy vannak olyan esetek, hála Istennek nem túl nagy számban, amikor maradjuk abban, hogy tévedésből riasztják akár a tűzoltókat, akár más egységeket, legyen az rendőrség mentő. Kérlek szépen, Zoli, mondd el nekünk, hogy ebben az esetben mi várható. Mert ez nem vicc. Te az előbb felsoroltad, hogy ez egy ilyen riasztáskor milyen rendszer indul be. Ez nem csak annyit jelent, hogy fogom és akkor beindítom a nagypiros autót, hanem itt azért egészen komoly dolgokról van szó. Ha az eddigi beszélgetésünkről nem derült volna ki, akkor kérlek szépen beszéljünk erről. Mert ez számomra még mindig hihetetlen, hogy a emberi hülyeségnek a határai ilyen mértékben terjednek ki. Igen, ez egy nagyon fontos téma lehet, és akkor erről egy pár gondolatot. Igen, a mi metodikánkban, illetve hát van erre jogi formula is, hát mi ezt úgy hívjuk az egyik ilyen megvalósult tényállást, hogy szándékosan megtévesztő jelzés, SMJ. Tehát ez az a legrosszabb, rossz indulatú jelzés, amikor nincs semmi valóság alapja az esetnek, és úgy telefonál be, vagy úgy ad jelzést valaki, és erre elindul a mi rendszerünk, és természetesen ott szembesülnek a kollégák vele, hogy hát ott semmilyen esemény nincsen, körbenéznek kétszer-háromszor is, bejárják, nehogy ott véletlenül tényleg legyen valami, és akkor végülis visszavonulnak a laktanyába, de hát ez menet közben azért egy folyamaton esik át. Tehát amikor már kiderül, hogy ez egy ilyen szándékosan megtévesztő jelzés, innentől kezdve ez egy szabálysértés. És hát ez már eljárást van maga után. Most a mai technikai, informatikai világban gondolom, hogy senki nem gondolja azt, hogy nem tudják beazonosítani azt a telefonszámot, azt a információk alapján a hatóságoknak nem csak lehetősége, hanem kötelessége is kideríteni ezeket, tehát tiltott számról vagy vonalas számról, ha hívja, akkor is beletesz. Ezt higgy el mindenki, hogy erre a megfelelő eszközök megvannak. Mi erre az intézkedést megtesszük, sőt, mi a rendőrség felé feljelentéssel élünk. De egyébként ez a protokollotokban van benne, tehát nincs kivétel, nem tudtok más tenni. Hogyne, pontosan. Tehát ez nagyon kőkemény, százezrekbe mérhető egy ilyen vonulás egy autó vonatkozásában, mert azon mondjuk ül minimum 6 fő kollega, egy kiképzett szakember 80-90 milliós technikával elvonja máshonnan az erőt, eszközt. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, és a jogszabály adta lehetőségeket kihasználjuk, tehát feljelentés a vége is, és a megyei szintet, hogyha nézzük, több ilyen szándékosan megtévesztő jelzést adó szemét sikerült beazonosítani a rendőrségnek, és hát eljárás is lett vége. Ehhez akarok még annyit hozzátenni, hogy tehát ez a legrosszabb, ez a szándékosan megtévesztő jelzés. Vannak olyan jelzések, amelyek ugyan megtévesztőek, de nem szándékosak, hanem gondatlan. Ilyen lehet mondjuk nagyon sok cégnél, telephelyen már van beszerelve automatikus tűzjelző berendezés. Igen. És hát annak is megvannak a szabályai, hogy mondjuk nem lehet mindenhol dohányozni, vagy vannak ilyen nyomógombos jelzők, és hogyha véletlenül ne találtál valaki olyan helyen
gyújt rá, vagy olyan tevékenységet végez, ahol az érzékelő azt érzékeli, és így indul be ez a mechanizmus. Hát a sajnos az gondatlan, mert hát ott nem lett volna szabad ezt a tevékenységet végezni. Ővelük is szerződés van, igen, szerződés van a távfelügyelettel, és hogyha a szerződés alapján mondjuk egy vagy kettő vagy három ilyen kvázi gondatlan jelzés benne van, illetve ő időben ugyan a jelzés elmegy a jelzésfogadóba, de ő egyből telefonál, hogy igen, mi voltunk sajnos mondjuk a kenyérpirítóba, a kenyér füstölt egy kicsit jobban, és az amiatt jelzett be, tehát hogyha a megállapodásba ez még belefér, akkor nincs kiszámlázva, ha már nem fér bele, akkor a szerződés alapján ez kiszámlázásra kerül ugyanúgy a vonulás. Túl van beszélve, szóba akartam hozni, Zoli, mert ez az én szememben azt jelenti, hogyha egy ilyen vakrepülésen vesztek részt, bocsánat, hogy így nevezem, lehet, hogy a város másik végén pedig égni fog egy ház, és akkor mit tesztek? Igen, tehát az igazi baj, az igen, itt kezdődik. Nem csak onnan, hogy most valaki 1 millió forintot most mondjuk kivizet, vagy nem tudom mit csinál, de hát be fogják rajta hajtani, hanem az, hogy egy másik helyen meg szükség van rátok. Kedves Zoli, mivel az időnk vészesen fogy természetesen, de az idő már csak ilyen, de egy pár dolgot még én szeretnék megkérdezni és szóba hozni tőled. Az anyagban persze megint szokásod szerint egy-két mondatban szerepel az, hogy az állomány, lehet, hogy jól mondom, de szólj, hogyha butaságot mondok nyugodtan, tehát az ott dolgozó hivatásos tűzoltók, illetve katasztrófavédelmi szakemberek olyan eredményeket értetek el különböző versenyeken, erőpróbákon, azt hiszem, hogy így lehetne összefoglalni, vagy továbbképzéseken, de ez inkább a versenyekre vagyok én inkább kíváncsi, amelyekre méltán lehetnétek büszkék. Nem hogy büszkék, hanem más ez a két kézzel döngetni a mellét, ti pedig egy mondattal elintézitek ezeket a dolgokat. Tudom, hogy nem ezért csináljátok, de itt ez az alkalom, ez azért van, hogy kérlek szépen mondd el, és mondd már el, hogy milyen eredményeket, hát ilyen országos első megyei kiemelt dicséretben, területi nyíregyházi versenyeken, és hát azért ezek olyan eredmények, amikre méltán lehetünk, nem csak ti, hanem mi, mezőtúrják is büszkék. Hát igen, hát mi alapvetően a mi megítélésünkben is büszkék vagyunk, lehet, hogy nem úgy látszik rajtunk, mi büszkék vagyunk ezek az eredményekre, de hát ezek kvázi egy olyan, hát kiegészítik a mi hivatásunkat. Egyrészt ezeket két részre kell bontani, vannak szakmai megmérettetések, amelyeken hál' Istennek azon is nagyon szépen szerepelnek a kollégák, meg hát vannak sportversenyek, amelyeken megint jó hírét vittük, nem csak a településünknek, hanem a megyénknek is. És akkor először a szakmáról, hogy említsek pár szót. Minden második évben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ilyen felmenő rendszerben először megyei verseny, és akkor utána országos verseny megszervezi a készenléti szolgálatoknak ezt a tűzoltó szakmai vetélkedőt. És elmúlt évben volt ennek fordulója, és hát a megyei fordulót a mezőtúri tűzoltóságnak a csapatban megnyerte, és ezáltal a jogot nyert, az köszönjük szépen, az országos versenyen a megyét képviseltük, illetve ezen a megyei versenyen, hogy ne csak mezőtúról beszéljünk, a Kunszentmártoni tűzoltóságnak ilyen egyéni számokban is volt eredményhirdetés, és az irányítói kategóriában a Kunszentmártoni kollega nyert, illetve az önkéntes tűzoltóegyesületek közül a Turkevei Tűzoltóegyesület is meghívást kapott, tehát az országos verseny az Miskolcon volt, és ott a 19 megye plusz a főváros, tehát 20 csapat közül a mezőtúri tűzoltóság csapata a 6. helyezést érte el. Én úgy gondolom, hogy a mi tűzoltóságunk nagysága, merítése, meg sok összetevő kapcsán, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, míg a turkevei kollégák pedig külön díjat kaptak a tűzoltó egyesületek kategóriájában. Tehát
mi nagyon büszkék vagyunk ezekre a kollégákra, tehát folyamatosan lehetőséget biztosítunk nekik az alapképzéseken felül, hogy gyakoroljanak, képezzék magukat, minden segítséget megadtunk nekik, és hát éltek is a lehetőséggel. Tehát ez a szakma. És a sportversenyek, a katasztrófavédelem, illetve hát annó még a tűzoltósági érában is nagyon fontos a fizikai fittsége a tűzoltóknak. Minden évben a beosztott tűzoltótól kezdve a megyei igazgatóig, tehát ezt csak az arányokat szeretném mondani, hogy tehát az egyszerű kétkezi beosztott tűzoltótól a kirendeltségvezető, meg még az igazgató, tehát mindenkinek évente fizikai felmérésen kell átesni, de hát ez ugyanúgy vonatkozik a rendőr kollégákra, tehát aki hivatásos állományban van, de nálunk azért én úgy gondolom, hogy tehát a készenléti szolgálatnál ez egy fokozott jelentőségű dolog, mert hát itt azért egy tűzesetnél, műszaki mentésnél komoly fizikai igénybevételnek vannak a kollégák kitéve, és hát ennek meg kell felelni. Ha valaki nem felel meg a fizikai állapot felmérőn, egyszer kap lehetőséget pótlásra, ha akkor se sikerül, onnantól kezdve orvosi felülvizsgálat, és hogyha ott kiderít valamit, akkor vége a hivatásos szolgálatnak. Csak ennek ilyen súlya van, csak hogy érzékelje a kedves rádióhallgató és televízió néző és te is, Kálmán. Tehát ez azért nagyon fontos. Nagyon komoly dolog. Tehát tudni kell, hogy ez egy nagyon... Tehát ez nem csak annyi, hogy lekocogok 2000 métert, meg ingafutásban lefutok 4x50, vagy 4x10 métert, meg hasizom, vagy felülés, meg függeszkedés, meg fekvőtámasz, hanem ennek azért komoly súlya van ennek a felmérésnek. Én csak arra akartam kitérni, hogy tehát mivel ezt alapvetően ennek meg kell felelni, természetesen nem minden kollega, de nagyon sok kollega ettől azért jóval többet tesz a sport terén, és ezeken a sportversenyeken, amiket meghirdetnek az ország bármely részén, vagy szűkebb térségünkben, a megyében, legyen ez labdarúgást, kispályás labdarúgástól, legyen ez úszás, legyen ez ilyen tűzoltó szakmai úgynevezett TFA verseny, ez a legerősebb tűzoltók versenye, legyen terepfutás, lépcsőfutás. Tehát én úgy gondolom, hogy a kirendeltségünk vonatkozásában több olyan kollega van, aki az átlagnál jóval többet tesz ezért, és nagyon szép eredményeket érnek el ezeken a megmérettetéseken. Tehát itt nem akarok most én neveket mondani, de büszkék vagyunk őrájuk is, tehát ők nagyon széles spektrumban versenyeznek, és nagyon szép eredményeket érnek el, és hát országosan például úszásban az egyik kollégánk első helyezett lett, ebben a legerősebb tűzoltók versenyében harmadik, negyedik, ötödik helyezést országosan, sőt, még külföldre is szoktak menni a környező ausztriai, szlovákiai versenyekre. Tehát vannak kerékpárversenyek, ez a lépcsőfutó verseny, tehát nagyon sok helyen megfordulunk, és nagyon szép eredményeket érünk el. És én a magam részéről, illetve vezetői kollégáim is nagyon büszkék, és minden lehetőséget megadunk nekik, hogy egyrészt gyakoroljanak, meg hogy eljussanak ezekre a versenyekre. Ezredes úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, itt tényleg én is, hát úgy átmelegszik az ember szíve ilyenkor, mit tagadjam, ez így igaz. Bár tudjuk, hogy a legerősebb tűzoltó, az természetesen Arnold Schwarzenegger, de azt hiszem, hogy ő nem praktizál már ugye hivatásszerűen. Ezredes úr, két dolgot kell még megbeszélnünk, amit én nagyon szükségesnek érzek. Az egyik az egy, mind a kettő nagyon komoly. Az egyik az, hogy mit tartasz most, ma, június 28-án, jól tudom a dátumot, ma mit tartasz legfontosabbnak, ami legidőszerűbbnek, ami a tevékenységi körötökben az átlagnál is több, tehát amivel most kiemelten kell foglalkozni. Gondolok itt ugye az aratási szezon kezdetére, amely majd egy külön procedúrával fog járni, de ez minden évben megtörténik. De azon túl, hogy gondosnak és előrelátónak kell lennünk, még mi az, amit fontosnak tartasz? Hogyne. Hát ezt kiemeltem az önkormányzati beszámolóban, vagy tájékoztatóban is. Nagyon fontos, hogy tehát ebben a mi
mostani katasztrófavédelmi rendszerünkben egy ilyen előrelátással tervezünk. Országos szinten, illetve megyei szinten úgynevezett ilyen negyedéves prognózisok készülnek, amiből nekünk, kirendeltségeknek így havi bontásban előre meg kell kvázi tervezni az előző éveknek az eseményei kapcsán, hogy az adott időszaknak megfelelően mire kell most felkészülni. És hát jól említetted, most a mostani, tehát a június-július hónap alapvetően, mivel mezőgazdasági terület döntő többségben mi a mi területünk, sajnos nem egy erős iparos területről van szó, az aratással kapcsolatos gazdáknak a felkészítése, illetve az aratási gépszemléken történő részvétel, figyelemfelhívás, tehát ez most egy nagyon sarkalatos pont. Nagyon fontos itt a hőségriadó, hogyha elrendelésre kerül hőségriadó, mint mondjuk a hétvégén is volt. Igen. Nekünk feladatunk volt föltérképezni, hogy hol vannak ásványvízlerakatok, milyen olyan nagyobb klimatizált helyiségek vannak, hogyha véletlenül oda kell esetlegesen valakinek segítséget nyújtani. Tehát ebből kapcsolatosan vannak feladataink. A viharos idővel kapcsolatosan, hogy most példa volt, hogy a Nyírségben egy kis településen a 700 háznak a tetejét nagyrészt kijuggatta a tető. Tehát térképeztük, hogy hol vannak tetőfólia, lerakatok, tetőléc, egyéb dolog, és hogyha véletlenül ne találtán ilyen esemény lenne, akkor ehhez az adatbázishoz hozzá tudunk nyúlni, és akkor azonnal tudunk rá intézkedni. Rendezvény, szezon, nyári időszak, ezeknek a bejelentett rendezvényeknek a biztonsági tervei itt be kell hozzánk nyújtani, átnézzük, ha kell rajta módosítatunk, ezeket leellenőrizzük, tehát ez most a nyári időszaknak a legfőbb úgynevezett prioritása, vagy hát ezek a feladatok vannak most. Hát mindig megdöbbenek, amikor elsoroltad most ezek az egymásra épülő és logikus lépések. Tehát ebben tényleg nem lehet hibát találni. Kedves ezredes úr, kedves Zoli, én két dolgot kell, hogy még szóba hozzak. Az egyik az az, hogy tisztelettel jelentem neked, hogy az Árkoson, ami erdélyi testvér településünkön, a jó öreg Rába tűzoltó autó, köszöni szépen, jól van, és tetrekészen várja, hogy ha kell, akkor működjön. Ezt kedves nézőink talán vagy nem tudják még, vagy pedig már elfelejtették, mert ez olyan régen volt. A parancsnok úrnak köszönhetően Mezőtúrváros önkormányzat, amikor még önkormányzati tűzoltóság voltatok, akkor az akkori már hát bizony eléggé amortizálódott, illetve hát már a mi korunk követelményének nem megfelelő tűzoltó autót a Árkosi erdélyi kis testvér településünknek adományozta, és ebben ennek a kivitelezésében elévülhetetlen érdemei vannak a parancsnok úrnak. Úgyhogy köszöni szépen, és ezért jelentettem neked. A másik pedig egy kérdés lenne, Zoli, ami provokatív. De így a végére hagytam, mert így legalább nem tudsz visszavágni. Az pedig az, hogy volt egy eset, amikor egy teherautónak a vezetője, a Spár áruházból kivezető úton rosszul lett, és az autó keresztül vágva az útkereszteződésen egészen az első világháborús emlékműig hajtott föl, és közben egy akkor még 10 évvel fiatalabb tűzoltóparancsnok ugrott föl az autóba, és állította meg a járművet. Ez te voltál. Úgy gondolom, hogy sokan vagyunk, akik ezt nem felejtettük el. Azt szeretném megkérdezni, és azért provokatív, hogy lett ennek valami következménye? Kaptál ezért valami elismerést? Legalább egy dicséretet? Tudom, hogy nem ezért csináltad, mert akkor talán még gondolkodni sem volt időd, de megtetted. És én akkor tudom, hogy a képviselőtestület köszönetet nyilvánított, de ez kevés volt. Ehhez a tetthez képest az életedet kockáztattad csak, semmi többet. Hát igen, tényleg provokatív a kérdés, de köszönöm, én már csak ilyen vagyok, köszönöm Zoli. Szépen. De szeretném az első témával kezdeni. Köszönöm a jelentést, nagyon örülök neki.
Én is akár és hát látom. Én csak szeretném tájékoztatni a kedves rádióhallgatókat és televízió nézőket, hogy, hogy Isten igazából te voltál ennek a fő atya, én csak segítettem ebben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt közösen tudtuk végrehajtani, és én nagyon szépen köszönöm azt a, azt a lehetőséget, hogy, hogy ezt így végig tudtuk vinni, és tényleg egy kis erdélyi településnek ekkora örömöt tudtunk okozni. Meg biztonságot, amikor azon a falunapon ott kint voltunk közösen, és sikerült nekik ott átadni, tehát nagyon örülök neki, hogy ennek részese lehettem, és hát bízok benne, hogy tényleg ott a biztonsági szintet fogja majd emelni. Hát hiszen előtte tudod, a két karú ilyen valami szivattyúval járkáltak, igen, és ez igen, egy akkora technikai igen, lépés. Tehát ennyivel tudtunk segíteni, hál' Istennek. Hát a másik dolog, ami megtörtént annó, hát igen, ott jött az a teherautó, és tettem én úgy gondolom, amit lehet, hogy bármelyik kollégám tett volna. Nem volt veszélytelen. Nejem, amikor, mert ott állt mellettem, amikor az egész elindult, mert ebédből jöttünk már ott a ABC-nek az oldalán, és amikor láttam, hogy ez a az autó elindul, hogy pont a tűzoltóság irányába itt áttarol a téren. Hát én nem sokat gondolkoztam, próbáltam menteni a menthetőt. Hát hál' Istennek nem tarolt le senkit, a sofőrrel se lett különösebben komoly baj. Hát én úgy gondolom, hogy az a dolog, ami ott megtörtént, semmiféle olyan különösebb vonzatának nem kellett ott történni, mert én kvázi tűzoltóként tettem azt, nem civil emberként. Én ott nagyjából azért tudtam, hogy milyen lehetőségek vannak. Gyorsan fölmértem, hogy próbálni kell minél hamarabb megállítani azt a teherautót. Mire utolértem abban a sebességben, ahogy az úgy szépen döcögött a maga módján, tehát ott sok gondolkodásra nem volt lehetőség. És ott utána szépen segítettünk a sofőrön, kijöttek a mentős kollégák, megjöttek a rendőr kollégák, megjött a cégnek a vezetője, szépen utána a városgondnokság, kivontatták onnan a térről a tehergépjárművet, nem tett kárt ott se életben, se olyan komoly nagy kárt nem tett. Én bennem úgy leülepedett a családon belül, volt egy-két ilyen megbeszélés, átbeszéltük, riport, egyéb dolog, de olyan különösebb vonzat ennek nem volt. Én ezt nyugtáztam magamban, én ugyanúgy élem az életemet tovább azóta is. Én úgy magamban helyre raktam ezt a dolgot, és hát eltelt azóta egy pár év, és hál' Istennek ilyen dolgot azóta nem kellett végrehajtani, de én úgy gondolom, hogyha megtörténne, akkor nem cselekednék másképp most se. Erről ennyit. Én pedig ebben biztos vagyok. Kedves Zoli, kedves ezredes úr, kedves parancsnok úr, én engedd meg, hogy a magam és kedves nézőink nevében és hallgatóink nevében is köszönetet mondjak mindazért, amit most itt tudtunk beszélgetni. Nagyon érdekes és nagyon tanulságos volt, ezt nagyon őszintén mondom neked. Most azt elmondhatnám azt az ócska dolgot, hogy amíg ilyen emberek kezében van a sorsunk, addig nem kell aggódnunk. Ezt teljes egészében komolyan is kell gondolni, és jelen pillanatban teljes egészében komolyan is gondoljuk, és nem véletlenül hagytam én ezt a történetet, ami, hát most ha meg nem mondom, de olyan legalább 8 éves. Sac. 8 éves legalább, és bennem, mint ahogy még sokakban benne maradt, és éppen azt a helytállást, és azt az odavalóságot. Tudom, hogy csúnya szó, de remélem, hogy benne van minden, amit gondolok. Az bizonyítja. Ezredes úr, köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, kívánok neked és rajtad keresztül valamennyi bajtársadnak jó munkát, valamennyiünk érdekében dolgoztok, és ezt tudjuk mi valamennyien, ugye, kedves nézőink. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, Zoli, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, kedves rádióhallgatóknak, televíziónak, kezdi csokolom, viszontlátásra.